November 5-én rendezik meg a Tökjó Futás félmaraton és családi napot. Bednár László szervezőt kérdeztük a rendezvény részletéről és a nevezési határidőről. Idén november 5-én rendezik meg a 9. Tökjó félmaraton és családi futónapot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezőt, Bednár Lászlót kérdeztük a rendezvényről. Ugye virtuálisan tudtuk megrendezni ugye az ismert Covid intézkedések miatt, de idén szerencsére élőben fogunk találkozni a résztvevőkkel. Tehát azt mondom, hogy most már nem azt mondom, hogy nagykorú lesz a rendezvény, de tényleg egy elég nagy tapasztalattal rendelkezünk, és reméljük, hogy az, mint az előzőekben is, egy jó és színvonalas eseményt tudunk összehozni. Beszélhetünk arról is, hogy ugye Ópusztaszerről fog indulni maga a futás, és pontosan merre is fog menni ez a futás, ugye utána visszaérkeznek az emlékparkhoz, hogyan is fog ez zajlani, hol fognak megállni? Igen, tehát először is, tehát négy kategóriánk van, négy kategóriából ugye van egy 2 kilométeres, ilyen pici táv, a 2 kilométeres táv a versenyközpont a Nemzeti Emlékparkban lesz Ópusztaszeren, és a 2 kilométeresek azok a parkon belüli területen fognak futni kétszer, két kört, tehát egy kör az 1 kilométer. Az 5 kilométer, a 10,5 kilométer és a 21,5 kilométer félmaratonosok pedig ugye a parkból indulnak, ott van a rajt. Az 5 kilométeresek azok a Kistelek és Ópusztaszer között lesz egy fordító, és úgy visszafutnak a parkba. A 10,5 kilométeresek azok a Kisteleken a városközpontba fognak befutni, ott lesz egy másik célunk, egy célkapunk, és a félmaratonisták pedig a itt Kisteleken fordulnak meg, és futnak be a emlékparkban lévő célba. Ugye már elindult a nevezés. Igen. Erről mit tudhatunk, hol lehet pontosan nevezni, hogyan van erre lehetőség, és ugye gondolom minden korosztályt várnak, ahogyan is beszélte, hogy 2 kilométer, 5 kilométer, így minden korosztály számára azért ez... Így van, ugye ehhez kapcsolódóan, igen, hogy minden korosztály, tehát tényleg az előző tapasztalatok és az előző nevezések alapján, tényleg a kisgyerekek itt azért is családi futónak, mert sokszor sokan ugye a családdal, a gyerekekkel jönnek ki, tehát pár éves gyerekek is nyugodtan jöhetnek, sőt, ugye volt, aki babakocsival tolta végig, ami még fontos amúgy, hogy nem csak hogy mondjam, gyerekek jöhetnek, vagy idősek jöhetnek, vagy középkorok jöhetnek, hanem ugyanilyen az egész útvonal akadálymentesített, tehát bármilyen, már vannak a növekedők között gyengén látók, vagy valaki mozgásban akadályozott, ők is végig tudják teljesíteni a távot, tehát akadálymentesített. Igen, tehát a nevezés az egy digitálisan, vagy elektronikusan történik. Van egy oldal az egyesületnek, az a nevezés, platansport.hu, itt ugye meg kell tenni a nevezést, illetve a nevezési oldalon látható, hogy a nevezési díjat pedig vagy utalva, vagy pedig bankkártyás lehetőséggel ki lehet egyenlíteni. Október 23-ig lehet előzetesen nevezni, tehát azok a ajándékcsomagok, befutóérmek, stb., amit a versenykírásban, eseménykírásban látható, azt csak az előzetes nevezőknek tudjuk biztosítani. Lesz helyszíni nevezés, de ott csak rajtszámot tudunk biztosítani a nevezőknek. Remélhetőleg az előző időszakban tényleg szerencsések voltunk az időjárással, ugye ez november 5-e már ugye, ez már egy hidegebb időszak, szerencsés, akkor tehát szerintem mindannyian imádkozunk azért, hogy megint egy szép napsütéses szombati napot kapjunk, esőmenteset, és reméljük, hogy megint egy jó hangulatú rendezvényen fogunk találkozni a résztvevőkkel. Állásbőrzét tartottak Kisteleken. A résztvevő cégekkel készített interjúkat láthatják. Állásbőrzét rendeztek Kisteleken, diákok és munkavállalók kaptak tájékoztatást a munkaadóknál lévő lehetőségekről és feltételekről. A munkapiacra hamarosan belépő gimnazisták és a már munkapiacon lévő dolgozók számára szerveztek egy állásbőrzét Kisteleken, melyen elsősorban a helyi és környékbeli munkaadók vettek részt. Az Esély Itthon Kisteleken című projekt keretében lebonyolított állásbőrzé megnyitóján az Árpád-Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum végzősei megtudhatták, milyen lehetőségek vannak
vannak, és milyen irányban érdemes tovább tanulni. Az álláspörzsén a Nemeskert Kft., az Unikem Kft., a Forráscentrum Kft., a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet, a Csongrád-Csened megyei kormányhivatal, Kisteleki járási hivatal foglalkoztatási osztálya, a Csongrád-Csened megyei Napsugár otthon, a Csongrád-Csened megyei rendőrfőkapitányság és a Csongrád-Csened megyei Agrárkamara adott tájékoztatást a lehetséges munkahelyekről, valamint a képzésekkel, továbbtanulással elérhető állás lehetőségekről. Az Unikem Kft., a Forráscentrum Kft., a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet, a Nemeskert és a Csongrád-Csened megyei Agrárkamara is elmondta stábunknak, ők mivel foglalkoznak és milyen lehetőségek is vannak náluk. A kamara abban segítette itt a résztvevőket, milyen szakképzési lehetőségek is vannak a megyénkben szakmunkás és technikusi képzésben, ami tanulható 8. és érettségi után is. A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tanuló szakmák hiányszakmáknak mondhatóak, és tájékoztatást adtak arról is, milyen kereseti lehetőségeik vannak ezen a területen. Csókási Beáta vagyok, a Forráscentrum Kft. Ügyvezetője. Cégünk az 2006-ban alakult, elsősorban ilyen vállalati tanácsadással, pályázatírással kapcsolatos tevékenységre. Az irodánk, a pályázatíró irodánk az Pesten található, ez egy saját tulajdonú iroda, ott 5 saját munkavállalóval dolgozunk, illetve a Szegedi Tudományegyetemről fogadunk hallgatókat gyakorlati képzés keretében. A másik tevékenységünk, ami miatt ide kijöttünk erre a pályaorientációs napra, az a gépjármű javítás karbantartás, tehát a gépjármű mechatronikai képzés területén nyújtunk gyakorlati helyet a Szegedi Csonka János iskolával állunk kapcsolatban. Ez viszont Kisteleken található, az ipari parkban van egy autószerelő műhelyünk, illetve mellett egy karosszéria lakatos műhely. A férjem autószerelőmester végzettséggel rendelkezik, ő a duális képzőhelynek a vezetője. Erre a szakmára 2 hallgatót tudunk fogadni. A Pesti irodában az STLGTK keretében különböző szakokon az 1 és a 2 fő jellemző, akiket fél évente tudunk fogadni. Mindemellett még saját munkavállalóinkat képezzük válti ügyintéző szakmára. Itt viszont összesen a Kistelek és a budapesti telepellyel együtt 12 fő képzésére vagyunk jogosultak. Mindegyik tevékenységünkhöz rendelkezünk a szükséges engedélyekkel. Pesten közgazdászok, jogászokból álló csapatunk van, itt Kisteleken pedig értelemszerűen, ami az autószereléshez kapcsolódó tevékenység, minden munkavállalónk rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel. Hát dolgozunk ugye itt helyi vállalkozásokkal is, de a pályázatírói szakma kapcsán pedig országos szinten. Pásztor Krisztián vagyok, az Unikem Kft-től, vegyészként dolgozok itt, és hát vegyipari cégként ivóvíz és szennyvíztisztító vegyszereket gyártunk, és forgalmazunk is. Nagyon sokrétű a víztisztítás, nagyon sokféle vegyszert ajánlunk, kémiai és biológiai tisztító vegyszereket is. Ezeknek nagy részét nálunk gyártjuk, és különböző, tehát a marketing iroda segít, hogy a megfelelő célra a megfelelő vegyszer jusson mindenkinek, akinek igénye van ilyenre. Aki önökhöz szeretne menni, dolgozni, vagy munkát vállalni, milyen végzettség szükséges hozzá, és milyen pozíciók vannak itt? Különböző csoportok vannak akik a gyártásban dolgoznak, ők fizikai munkát végeznek inkább, a nappali műszakban, éjszakai műszakban egyaránt, ott vegyszerekkel is és reaktorkezeléssel is foglalkoznak, ehhez külön végzettség nem szükséges, van egy logisztikai iroda, amihez logisztikai végzettség nem szükséges, de előnyt jelent. Akkor van egy labor, amihez vegyész végzettség szükséges. Van ezen kívül iroda, egyéb adminisztratív és pénzügyi iroda, oda pedig pénzügyi végzettség is. Itt ilyen mindenféle egyéb adminisztratív feladatokhoz nem szükséges, de előnyt jelent, hogyha pénzügyi
a végzettséggel rendelkezni. Aki nézi a Kistelek TV-t, az már biztos találkozott velünk, ugye mi vagyunk a Délgazda mezőgazdasági szaküzlet. Mi 2017-ben kezdtük meg a működésünket itt Kisteleken. Elsősorban ugye öntözéstechnikai termékek forgalmazásával foglalkozunk, és van egy másik profilunk is, ami növényvédőszerek, műtrágyák, és most már vetőmagok forgalmazását is jelenti. Nálunk ugye elsősorban, aki ugye értékesítő, az az, aki jobban viszi a céget nyilván, mert ugye a vevőket fel kell kutatni, meglévő vevőinket meg kell tartani, illetve hát ugye az árukészletet kell ismerni, ugye, mert az árut rendelni kell. Értékesítő kollégának igazából bárki jelentkezhet az öntözéstechnikai részlegre, mert ott egy minimális műszaki ismerettséggel már könnyen lehet boldogulni. A növényvédőszerek, műtrágyák esetében oda viszont nem árt, hogyha van valami szakirányú végzettsége az illetőnek, mert ugye ott már vannak olyan szabályozások, amiknek meg kell ugye felelni. Ezen kívül ugye az egésznek a hátterében működik egy iroda, ahol kicsit átfedésben az értékesítőkkel ugye működik egy webshopunk, és ott ugye a csomagokat kell összekészíteni a beérkező megrendelések alapján, ugye áru összekészítés, csomagfeladás, kapcsolattartó ugye a futárszolgálatokkal, illetve hát egyéb általános irodai ügyintézés folyik még ugye, ami ugye számlázás, bérszámfejtés és egyebek, illetve én, mint ugye projektmenedzser dolgozom ennél a cégnél, és hát most jelenleg nyitott pozíciónk nincsen, viszont pont ezen dolgozom ugye újabb projektek megpályázásával, hogy tudjunk folyamatosan fejlődni, tudjunk bővülni, és ugye ez magával hozza azt, hogy több emberrel kell majd a jövőben, hogy együtt dolgozzunk. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy küldjék el az önéletrajzukat azok, akik most éppen állást keresnek, és amint lesz valami üresedés, vagy akár egy új pozíció, akkor mi arra fogunk reagálni a begyűjtött önéletrajzokból. Nyugodtan lehet nálunk érdeklődni. Például most az egyik munkakörünk az meg fog üresedni átmenetileg, és hát most ezt először próbáljuk így belsőleg magunk közt megoldani, de hogyha ez a további fejlődés, ami most ugye a cég keresztül megy, mert hál' Istennek annyira nem befolyásol minket, ugye ez a rengeteg negatív hatás, ami ugye a gazdaságból érkezik, akkor nincs kizárva, hogy ezen a területen is lesz majd lehetőség, hogy embereket vegyünk fel és alkalmazzunk. Nemes Nagyné Vasandrea vagyok, a Nemeskert Kft. Ügyvezetője, és mint családi cég, így a férjemmel ketten alapítottuk, visszük tovább ezt a céget, és Bakson, Balástyán, Forráskúton és Kisteleken vannak kertészeteink, illetve a logisztikai központunk, ahova most munkatársakat keresünk. Az üvegházakban az elmúlt években megháromszoroztuk a termőterület mennyiségünket, így ezeknek az új területeknek a feltöltésére keresnénk új kollégákat, akik az üvegházakban, paradicsomba, elsősorban paradicsomba növényirányításra tudnának nekünk segíteni, és nagyon jó kis kollektívánk van, egész évben dolgozunk, tehát ez nem idény munka, hanem egy bejelentett, állandó, megbízható és stabil csapatként tudnánk együtt dolgozni, és ezen kívül nem csak növényápolásra, hanem targonca vezetői állást is hirdetünk, vagy éppen éjjeli őrt is keresünk, vagy karbantartó kollégát, illetve aki érzi magába egy kis vezetői szándékot, egy kis lendületet, akkor a televezető kollégáknak ilyen jobb kezeket is keresünk, akiknek az a feladata, hogy a kollégáknak a munkáját felügyelje, illetve segítse, hogy véletlenül valakinek valami nem tiszta, nem világos, akkor ő tudja mondani, hogy most ez a feladat, az a feladat, hogyan kell végigvinni. Mindenben igyekszünk segíteni, és összességében egy nagyon jó emberekkel, jó helyen, jó munkába tudunk jó légkörbe együtt dolgozni. És én azt szeretem, hogyha valaki jó kedvel jön be dolgozni, és nem pedig, hogy már megint menni kell, hanem hogy tudja, hogy mi a feladata, hova tartozik, és bízok benne, hogy jól érzi ott magát, és hogy jó oda tartozni hozzánk.
A Csongrád-Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a 2022-es lakástüzekről szóló tájékoztatását hallhatják. Lakástüzek 2022-ben Csongrád-Csanád megyében. Idén szeptember végéig mintegy 220 lakás gyulladt ki Csongrád-Csanád megyében. A lakástüzek következtében 29 ember sérült meg, többségük füstmérgezést szenvedett. Három emberen pedig már nem lehetett segíteni. Leggyakrabban idős emberek válnak ilyen eset áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, addigra már halálos mennyiségű füstöt lélegeztek be. A tűzoltók a tűzzel érintett épületekből 21 embert mentettek ki. A lángok megfékezése átlagosan 40 percet vesz igénybe. A lakástüzek 38%-át 10 percen belül eloltották a tűzoltók. 14 alkalommal a kéményben keletkezett tűz, de gyakori volt, hogy a konyhában, a tárolóban, a hálóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. A legtöbb lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtés hibáira, főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. Több mint 20 épület oltásakor gázpalackok jelenléte nehezítette a beavatkozást. A legbiztonságosabb, ha úgy vágunk neki a fűtési szezonnak, hogy előtte egy szakember ellenőrizte a fűtőeszközünket, és egy kéményseprő megvizsgálta a kéményünket. Magánszemélyek számára ingyenes a kéményseprés, viszont a családi házakhoz előzetes időpont egyeztetést követően megy ki a kéményseprő. Ezt a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy a 1818-as hívószámon a 9-es és az 1-es menüpontot kiválasztva lehet megtenni. Hibás vagy szabálytalan kémény működtetés esetén kéménytűz és szénmonoxid mérgezés következhet be. Szeptember végéig 72 szénmonoxiddal összefüggő eset miatt riasztották a tűzoltóegységeket, 7 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést, 2 pedig életüket vesztették a mérgező gáz miatt. Netes csalókra figyelmeztet a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Ne váljon csalók áldozatává. A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1 és november 28 között Magyarországon a teljes népességre kiterjedő népszámlálást végez. Az első szakaszban 2022. október 1 és 16-a között a lakások interneten tölthetik ki a kérdőíveket, ezt követően számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat. Akik nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, november 21 és november 28 között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A kérdőívet ki kell tölteni mindenkiről, aki Magyarországon él, azokról is, akik átmenetileg 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. Aki az online kitöltést választja, a belépés.némszámlálás2022.hu zárt rendszeren keresztül kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi belépési kód segítségével tud adatokat szolgáltatni. Az oldalra belépéskor győződjön meg róla, hogy a weboldal biztonságos. Az URL előtt szerepel a HTTPS kitétel, vagy egy zöld lakat, mellette a biztonságos kifejezés. Legyen gyanús, ha például csak a személyes adataira, anyagi helyzetére, netán a bankszámlája adataira kérdeznek rá. Felhívjuk a figyelmet, hogy a népszámlálással kapcsolatos kérdőívek online kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe. Ezért legyen gyanús, ha néhány adat kitöltésével véget is ér az adatszolgáltatás. Ebben az esetben ne mentse el a megadott információkat, ne küldje azokat sehová. Ha úgy látja, hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságon, de személyesen is tehet bejelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon a 112-es segélyhívó számon. Az apró hirdetési oldalakon a csalók újabb módszerekkel próbálják az eladókat becsapni, módszerük, hogy a vevőként jelentkeznek egy interneten található apró hirdetésre, majd egy népszerű csomagküldő szolgáltatás igénybevételével kérik a megvásárolni kívánt termék átvételét. Ezért üzenetben küldenek egy hamis linket, ahol intézhetik a fizetést és a csomagfeladást. Amikor az eladó a linket megnyitja, a vevő adatait, illetve egy fizetés elfogadása vagy pénzeszköz átvétele feliratú gombot lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok listája, amiből kiválaszthatja a saját bankját, majd annak internetbanki bejelentkező oldalára, megtévesztésig hasonlító oldalra jut. Ezen a hamis honlapon a felhasználónév, a jelszó és akár az SMS kód megadásával a csalók megszerzik azokat az adatokat, amelyekkel azután már jogosultan tranzakciókat kezdeményezhetnek. Minden esetben fontos, hogyha hirdetőként ilyen linket kap, arra ne kattintson rá, védje saját adatait a bűnözőkkel szemben. Személyes és pénzügyi adataink komoly értékeket képviselnek.
A fent említett bűncselekmény típusokon túl azonban továbbra is előfordulnak olyan bűncselekmények, amikor a csalók a bank nevében telefonálnak. Azzal az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót akartak végrehajtani, és az áldozat bankszámláján tárolt pénz biztonsága érdekében egy a hívó által meghatározott számlára kell akár több részletben átutalni a bankszámlán lévő összeget, vagy azonnal telepíteni kell egy programot a telefonjára. Ne fogadjuk el feltétel nélkül, ha bank nevében telefonál valaki. A pénzintézetek tranzakciók lebonyolítására nem ilyen módon keresik fel ügyfeleiket. Amennyiben ilyen telefonhívást kap, fogadja meg tanácsainkat. A beszélgetés elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, és ha nem tudja a hívott pontos nevét, akkor szakítsa meg a hívást. Semmilyen programot ne telepítsen, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem. Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya adatokat is, telefonon ne osszon meg senkivel. Ha valóban banki ügyintéző telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat. Elektronikus banki ügyintézéshez mindig használja a pénzintézet által üzemeltetett biztonságos mobil applikációt vagy webfelületet.